Egy-két napon belül befejezik a templom felújítását Mételeken. A szatmári térségben a nyári jégkár az egyházi épületeket sem kímélte. A rozsái görögkatolikus egyház közösséghez tartozó négy templomban összesen 15 millió forintos kár keletkezett. Ezek közül leginkább a Mételeki sérült az időjárási viszontagságok miatt. Mind a templom teteje, ami korábban palával volt fedve, mind pedig a templomnak a vakolata. Most a templom héjazatát újították föl, annak a munkálata rövidesen befejeződik, és tavasszal fogjuk a templomnak a vakolatát felújítani. Mindehhez a magyar állam 6 millió 300 ezer forintot nyújt, konkrétan a mételeki templom felújítására. Itt Rozsájban nem csak a templomot, a parókia épületét is megrongálta a nyári jégeső. Az egyházközösség összesen 6,8 millió forintos támogatást kapott a helyreállítási munkákra. A régi palafedést verte el a jég, teljesen beázott a templom épülete, és lemezfedést kap most a tetőszerkezet, ilyen részcink ötvözet, ami nem rozsdásodik. Jelenleg a munkálatok még folynak, most már a csatornázás van hátra, a tető az már be van fedve, tehát szerencsére vagy hála Istennek már nem ázik be az épület. A települések egyházi képviselői kiemelték, hogy a kormány támogatása nélkül nem tudták volna finanszírozni ezeket a beruházásokat. Tavasszal további felújításokat is terveznek mindkét településen. Összességében 30 millió forinttal tudtuk segíteni a templomok helyrehozatalát. Önkormányzatok is hozzá kell tennem, itt többnyire Fidesz és KDNP és önkormányzatok vezetései döntöttek úgy, hogy a házakban keletkező károkhoz adnak cserepet, vagy pedig hát valamilyen tetőfedő anyagot, és hát itt is látszik Rozsájon is, hogy hány házra jutott, hála Istennek, új tetőfedés, és hát a belügyminisztérium pedig külön támogatási alapból megsegítette a közintézményekben történt károknak a helyrehozását. Azt kell mondani, hogy Magyarország és a magyar emberek segítenek mindig, amikor baj van valahol az országban. Nagy Hódoson már befejeződtek a munkálatok, a többi épület mellett ezt is megtekintette Soltész Miklós és a térség országgyűlési képviselője Tilki Attila. 7 millió forintot kárpátaljai templomok felújítására fordítanak.